Sziasztok, Robin vagyok, és képzeljétek el, hogy megvásároltam a legújabb LEGO Ninjago magazint, méghozzá az 5. számát, és két LEGO minifigura van mellékelve, és úgy látom, hogy még valami, úgyhogy most ezt fogom itt előttetek kibontani. Elég nehéz volt így beszereznem. Nem tudom, a harmadik vagy a negyedik újságosnál tudtam csak. De megvan, az a lény. És úgy látom, hogy a figurák ez ilyen filmdobozban vannak. Nagyon menő. Igazi luxus kivitel. Sőt, van még egy kártya hozzá. És egy tasak, ami szuper. Matrica tasak. Na, először nézzük meg magát a magazint. Csodás. Már kapható. Gyűjtögető kártya. Hú, van itt. Nagyon jó. Képregény, ahogy látjátok. Azt a betyár mindenit. Van egy poszter is. Wow! És ugye vannak mindenféle ilyen rejtvényes feladatok is. És tulajdonképpen a következő szám az nem más, mint november 24-én fog megjelenni, és ott fölülátható a két új figura, ami nagyon menő néznek ki. És itt van ugye a hátsó borítókép, ahol tulajdonképpen ilyen ninja doboz, szuper ninja doboz kivágható. Hát én ezt nem fogom kivágni, mert nagyon szuper így. Na, és akkor nézzük meg először ugye a kártyát. Láthatjuk, nézzétek meg. Oni Lloyd vs. Crystal King Overlord. Menő, nagyon limitált változat. És van egy tasakunk. Ehhez megvan ugye, ha jól emlékszem, a Matrica album. És ezt bontsuk is ki. És utána lesz majd ugye a két figurának a összerakása. Ahhoz majd egy kicsit lejjebb fogom rakni a kamerát, a kameranézetet. Hát ez jó oda volt ragadva. Na mindegy, nézzük meg. Íme, szellem, igazós. Jók ezek a matricák. Imádom egyébként a matrica ragazgatást. Ez is nagyon jól néz ki. Dizájnos. A négykezű. És a szuper... Ó, egy arany! Vú, mester! Hát de jól néz ki! Speciális matrica. Na és akkor kicsit lejjebb rakjuk. És íme a doboz, amiben benne van ő és ő. Húha, hogy is kell ezt kinyitni? El is felejtettem. Jaj, várj csak, nem kinyitni kell, hanem tolni. Ja, de nem tudom, mert le van celluxozva. Ja. Így. Aha, megvan.
Íme. Eltolhatós, de jó. Ó, igen. Más nincs is benne. Hát ez nagyon jó ez a doboz egyébként, tetszik. Majd akár ebbe kártyákat is tudok rakni, vagy bármit. Na nézzük is. Majd csak ezt így magam elé rakom. Hát először is nézzük meg magát a csontváz figurát, ugyebár? Azt nézem, hogy aha, ezt így kell. Aha, ezt ide. Ezt ide. És van egy ilyen sisakja. Mennyire menő. Wow! Király! Na, úgyhogy ez megvan, és most a fegyverzetét fogom. Azt tudom, hogy ez így lesz. Jaj, csak lehet, hogy ezt így. Na, majd mindjárt meglátjuk. Tökéletes. Így. És akkor... ezt így. Nézzük csak meg. Aha. Ó, nagyon menő. Na, hát ez szuper. Lehúz a súly, de mindegy, megállt. Úgyhogy most jön a következő call, ugye? És ennek, hogy is van, aha, így lesz. Tökéletes. És milyen jól néz ki ez a fekete és a narancssárga szín. Ez nagyon menő. És íme, igen. És megmutatom közelről a másikat is. Hát nem. Kicsit így. Fél adás, de mindegy. Jó ez így. És akkor ez volt így a műanyag doboza figuráknak. Úgyhogy remélem tetszett nektek így ez a bemutató videó, a tasak, vagyis a matrica bontogatós videó, és ugye a figuráknak az összerakása is. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!